Köszöntöm nézőinket! Önök a Telena magazint látják. Könnyed nyáresti programot szervezett a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár a Hősök terén. Az Együtt téren nyáron címet viselő rendezvény célja az volt, hogy minél jobban kihasználják a helyi közösségi tereket a városban. Az eseményen természetesen az étel és italkínálatról is gondoskodtak a szervezők, majd az este koncerttel zárult. Élettel telt meg a Tolnai Városháza előtti terület, ugyanis Térennyáron elnevezéssel szervezett közösségi programot a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár. Az eseményt mintegy próbából szervezték, mondja az igazgató. Ha tetszik, a közönségnek máskor is lehet hasonló könnyed nyáresti rendezvény a Hősök terén. Térennyáron programunk kezdődött el ma 5 órakor, itt a Hősök terén Tolnán. Régen volt már ilyen kisebb volumenű rendezvény a téren. Hát próbáljuk belakni. 5 órakor kezdődött, veteránautó, traktor bemutatóval, rendőrségi bemutatóval, tűzoltó bemutatóval. Természetesen az étel és ital kínálatról is gondoskodtak a szervezők, emellett kitelepült a közelmúltban alakult helyi társasjátékklub is. Több mint egy éve alakult az egyesületünk, és célunk a társasjátékok népszerűsítése és a játék kultúrájának a megerősítése. Elsősorban Tolnán, de igyekszünk kinyitni a települések fele, ezért is idén megtartjuk az első dél-dunántúli társasjátékklub találkozót. Itt a környező településeknek a klubjait hívjuk szeretettel, és bízunk benne, minél többen érkeznek majd. Közösségépítő. Kint vagyunk a szabadban, mint például most is, bárhol lehet végezni, és fiatalokat is próbáljuk rávenni, hogy minél többen legyünk, és szeressenek játszani, mert játszani szerintem mindig lehet, kortól és nemtől függetlenül. Havonta egyszer találkozunk itt Tolnán, a közösségi házban, és 18 fő is most jelenik az egyesület. Bízunk benne, hogy minél többen leszünk. A Kulturális Központ célja, hogy lehetőség szerint minél jobban kihasználják a helyi közösségi tereket. A nyár hátralevő részében több hasonló jellegű kisebb rendezvényt is terveznek. Gyakorlatilag, amikor pályáztam az igazgatói állásra, mivel tolnai vagyok, már régóta figyelemmel kísértem a városnak a kulturális rendezvényeit, és nyilvánvalóan korábban a pandémia nem adott erre lehetőséget, de úgy elszoktak az emberek az ilyen közösségi együttlétektől, és úgy gondoltuk kollégáimmal, hogy megpróbálkozunk vele. Úgyhogy most ez az első alkalom. Az estét koncert zárta a tolnai zenészekből álló Walking Mama és a Szexedi Barbária együttes szórakoztatta a közönséget. Rock and rollt játszunk, kicsit rockosabb változatban Hungáriát. Hát körülbelül egy 3 éve vagyunk így együtt zenélünk. Igazából retro, de egy olyan retro stílus, ami a mai napig fent maradt, és szerintem szereti, meg főleg, hogy egy kicsit újítottunk rajta, kicsit mai, rockosabb változatban. Kicsinek is táncoltam, ugyanúgy a Csók királyra, tehát nekem úgy a véremben van szerintem ez is, mint bármelyik másik stílus is. Maga az öltözeti stílusban is, tehát egyre jobban jönnek vissza ezek a stílusok, régies fajta. Általában nyáron járunk, most is például voltunk Nógrád megyében kedden, úgyhogy most már azért messzebb is megyünk, nem csak így Tolna megyében, de Tolna megyében nagyon sokat telt. Most szerintem már mindenhol megfordultunk így a környéken. Augusztusban egyébként szintén a Hősök terén retro partit szervez a Kulturális Központ. A nyár végén helyi zenekarokkal terveznek bulit a Dunaparton, szeptember második hétvégén pedig már a sokak által kedvelt rendezvény, a Bárka Fesztivál várja az érdeklődőket Tolnán.
Egy közös programra készülnek a tolnai civil szervezetek. Erről tartottak kerekasztal beszélgetést. A cél, hogy a jövőben szorosabb együttműködés alakuljon ki a helyi egyesületek között. A helyi civil szervezeteknek tartott fórumot a Tolnai Kulturális Központ igazgatója. Az új vezető célja ugyanis, hogy a jövőben minél több programban működjenek közre az egyesületek. Tolnai civil szervezetek kaptak meghívást, illetve közösségek, akik nem bejegyzett civil szervezetek. Tavasszal már volt egy civil találkozó, és ott jeleztem nekik, hogy több olyan programot szeretnénk megvalósítani, amikor számíthatunk az ő közreműködésükre, és most éppen aktuális lesz majd, igaz, hogy csak október 14-én, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy meg kellene velük beszélni, hogy milyen programot szeretnénk megvalósítani. Ez egy civil nap lenne, ahol bemutatkozási lehetőséget kapnak a civil szervezetek, illetve tartalommal töltenénk meg azt a szombat délutánt, és ezt szeretném velük leegyeztetni, úgyhogy azért hívtam meg őket. Aztán közben itt még lesz valami más nyári program is. Augusztus 11-ére terveztünk egy retropartit, és azt is csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a lakosság köréből, illetve a civil szervezetektől jönnek a programra. Úgyhogy egy ilyen nagy átfogó megbeszélésre gondoltam így most a nyár kellős közepén. Nagyon-nagyon sok civil szervezet van a városban, több mint 50, és ennek ellenére én úgy gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnak egymásról, hogy léteznek, illetve talán nem az, hogy nem tudnak, hanem nem tudják, hogy milyen tevékenységet végeznek. És hogyha most itt egy bemutatkozási lehetőséget kapnak, ez eleve már egy ismerkedésre ad majd okot, illetve remélem, hogy barátságok és ismerettségek születhetnek ennek kapcsán, és ez már itt a közművelődésben nekünk már generálhat majd további programokat is akár. A megbeszélésen a Vándorló Szépkorúak baráti körét Zsinka János képviselte. Az elnök elmondta, hogy bár többnyire a csoporttagoknak szerveznek programokat, azonban nemrégiben több alkalommal is előfordult, hogy mások is csatlakozhattak hozzájuk egy-egy rendezvényre. Aktívak vagyunk, nagyon-nagyon sok az éves programunk, maga a csoport program is, és azon kívül most vannak az idejében már olyan programjaink, amely úgynevezett nyílt programok. Ha a csoportban nincs olyan sok jelentkező, vagy például múlt hónapban volt két olyan rendezvényünk is, ami itt a városon belül, el voltunk a Verseki Ferenc fazekasnál, és el voltunk a Mester Gyuri bácsinak a kertjét megnézni, akkor volt egy olyan programunk, hogy Tolna épített értékeit megnéztük, az idén lesz 250 éves a katolikus templom, azt megnéztük, elmentünk a Selyem gyárat megnézni, és utána elmentünk, kiválságosak voltunk, megnézhettük az úgynevezett török pincét. És ezek a programok olyan programok voltak, hogy bárki jöhetett. A Versegi Ferin és a Mester Gyurin, amikor voltunk, akkor 80 jöttek a városból, akik nem a csoportot tartoznak, szívesen csatlakoztak hozzájunk, mink is örültünk, hogy eljöttek, és akkor a másik programra oda meg 10 jelentkeztek a városból, mert fönn van a toknak az oldalán, és értesültek erről a programról. Mi meg örültünk, hogy eljöhettek velünk is, egy nagyon szép közös programot hajtottunk végre. Az ilyen program is, amit az előbb említettem, ez ad arra lehetőséget, hogy egymásnak a programjait megbeszéljük, sőt ma ezekről lesz itt a mai szó. A Tolnai Humán Bizottság elnöke azt mondja, fontos, hogy együttműködjenek a helyi civil szervezetek. Az eddigi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy sok klub nem is tud a másik létezéséről. Nekem nagyon tetszik az ötlet, és nagyon nagyra értékeltem, amikor az újonnan megválasztott, tehát intézményvezető asszony a programjai között ezt felvetette, hogy szeretne egy úgynevezett civil napot, és ennek a civil napnak az előkészítése lesz ma, tehát elmondaná ő is, hogy mit szeretne, miben gondolkodik a civil
civil szervezetek vezető is, és ugye azért van még időnk, mert októberben lesz ez a rendezvény, de mindenki tud gondolkodni, mindenki tud szervezkedni, tehát én nagyon jó ötletnek találom, és remélem, hogy a jövőben is lesz folytatása. Probléma már évek óta, szóval úgy probléma, hogy úgymond mindenki a maga kis közösségében, a maga kis világában van meg. Ez valahol nem is baj, mert tulajdonképpen ahány csoport szinte, tehát annyiféle tevékenységet folytat, de nagyon jók ezek az úgymond összetartások. Egy, hogy jobban megismerhetjük a másik szervezetet is, illetve lehetőséget ad arra is, hogy hogy tudunk összejönni valahogy, hogy tudunk közös programot létrehozni a másik szervezettel. Tehát ezek a csírák, hogyha szárba szökennek, ezeknek nagyon jó termése lesz szerintem. Tolnán jelenleg több mint 50 egyesület szervezet működik. Most rövid reklám következik. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Aki gyerekkorában járt táborban, soha nem felejti el az ott szerzett élményeket. Az ott szerzett tapasztalatok még évtizedekkel később is gyakran előkerülnek egy-egy jó ízű baráti beszélgetés alkalmával. Most tolnai gyerekeknek is lehetőségük nyílt ilyen tudásokkal gazdagodni. A Magház munkatársainak hála ugyanis több turnusban idén hasznosan tölthetik el a szünidőt. Érkeznek a táborozók a Tolnai Dunapartra. A gyerekek a Magház munkatársainak köszönhetően hétfőtől csütörtökig tölthetik el szervezett keretek között a szünidőt. Most épp a sárkányhajózással ismerkednek. Tegye fel a kezét, aki még nem ült sárkányhajóba. Én még nem. Óha. Jó, akkor megmutatom nektek, hogy hogy kell levezni. A sárkányhajózás, bár rendkívül izgalmas és élvezhető sport, mégiscsak veszélyes üzem. Éppen ezért elsőként a táborozók rövid oktatást kaptak. A jobb kezével felülről megfogja ezt a keresztalakú részt, a bal kezével pedig, mint egy bicikli kormányt, megfogja itt, ahol a lapát fekete része, tolla véget ér. Így, mint egy bicikli kormányt fogd meg. Az lesz a lényeg, hogy egyszerre elvezzetek rendben, tehát hogyha nem megy egyszerre a hajó, akkor billegni fogunk. A rövid felkészülés után a kicsik aztán egyesével beültek a hajóba, így már mindenki a saját bőrén érezhette, milyen fantasztikus élmény is egy ilyen túrán részt venni. Ellökjük magunktól a stéget, vagy a bárkát, és egyszerre próbálunk evezni. Amikor azt mondom, hogy hopp, akkor rakjátok bele a lapátot a vízbe, figyelj! 3, 2, 1, és hopp!
kellett. Hogy kellett dobolni, mire kell figyelni? Hát te irányítasz itt mindenkit. Hogy a Milan meg a Barna egyszerre elvezzen, és hogy én kövessem, hogy hogy kell dobolni. És milyen volt ott előülni? Nagyon jó volt. Amint a gyerekektől megtudtuk, a sárkányhajózás tényleg igazi csapatmunka. Együttemben kellett a többiekkel revezni. És mennyire nehéz ez? Nem nehéz. Mire kell figyelni? Arra, hogy együttemben evezzünk. Mit csináltatok még eddig a táborban? Gokártoztunk, meg volt ugrálóvár, meg lehetett bent csinálni, amit akarsz. És miért jó ez a tábor? Hogy látod te? Még nem voltam, de nagyon tetszik. A Tolnai Lapátolna Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a helyi táborozó gyerekek programjaiban. Nekik ez a féle szívügyük. 8-10 éves kortól már jöhetnek a gyerekek, mint említettem, nem feltétel az úszástudás. Felső korhatár nincs tulajdonképpen, vannak 60 pluszosok is, tehát igazolt versenyzőknek van ilyen korosztály is, tehát versenyezhetnek 60 pluszosok, sőt nekünk volt egy tagunk 78 évesen még evezett, úgyhogy hát igen, az alsó korhatár az ilyen 8-10 év körül. Van 20 evezős ül benne párosával, illetve van egy dobos és egy kormányos. Ez nagyon stabil vízi jármű, az egyik legstabilabb, nem borulékony, tehát gyakorlatilag aki nem tud úszni, az is jöhet, szeretettel várjuk, de mentő mellén természetesen biztosítunk. A 20 evezős egymás mellett ül padokon, és előrefelé eveznek. A dobos az első evezőst nézi tulajdonképpen, az ő ritmusát figyeli, és ahogy beleteszi a lapátot a vízbe, úgy adja az ütemet, úgy dobol, és ezáltal összhangot teremt az evezősök között. Nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a fiatalokat, az idősebbeket, bárkit, hogy tulajdonképpen újrainduló egyesület vagyunk, nagyon kevesen vagyunk, kevés a taglétszám, úgyhogy bárki jöhet. Hát a fiam Zsolt 10 éves volt, amikor tulajdonképpen csatlakozott. Először dobosként kezdte, nagy szeretettel és nagy örömmel ült mindig a dobon, de nagyon várta, hogy versenyezhessen, nevezhessen, és most már a kormányzást is nagyon profi módon csinálja, tehát így lehet úgymond váltani a feladatot a gyerekeknek. Na de kanyarodjunk vissza a táborhoz. A szervezők már sok-sok éve gondoskodnak ugyanis arról, hogy Tolnán a gyerekek hasznosan, szervezett keretek között töltsék a szünidőt. A programokat próbáljuk úgy összeállítani, hogy mindenki tetszésének megfeleljen. Hát vegyes a tematika, van benne sport, mozgás minden nap van, hogy azért a gyerekek le tudjanak fáradni, és akkor mellé még illesztünk olyan programokat, amik az ügyességüket fejlesztik, vagy tanulhatnak is egy kicsit. A mai nap még a vizes programról fog szólni, mert lesz még egy habparti. Aztán a holnapi nap is lesz víz, nem lesz hiány vízbe, mert átmerünk az uszodába, a gyerekek nagy örömére lesz pancsolás, illetve lesz kézműves foglalkozás is holnap. Aztán csütörtökön planetáriumba megyünk, illetve hangszerkészítés lesz, még a csütörtöki program, Kovács Gábor muzsikussal, és pénteken, amit már nagyon várnak a gyerekek, hogy ki mit tud lesz, ott mindenki előadhatja a saját produkcióját, és hát természetesen a Magház profiljának megfelelően fogunk kemencés sütést is elkövetni, most hot dog fog készülni idén, és a pénteki napot, az egész tábort egy kis VR játékkal fogjuk zárni. Tolnán tehát minden adott ahhoz, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a nyári szünidőt. A Tolnai Vitálsport Egyesület amatőr röplabda csapatának feltörekvő játékosai már az országos bajnokságra készülnek. A strand röplabdázók közül 4 kerültek be a válogatáson, így most indulhatnak az országos megmérettetésen.
A népszerű sportot egyre több fiatal választja. A Vitásport Egyesület szervezésében nyáron strandon, az őszi-téli hónapokban pedig Szekszárdon teremben edzenek. Kemény felkészülésen vannak most túl, négyen közülük először indulnak az országos bajnokságon. Én előtte 8 évig judoztam, és durván két éve kezdtem el röplabdázni. Az egyik osztálytársam hívott, hogy nézzem meg, és nagyon tetszett. A fiúkat, akik itt edzenek, többségében az fogta meg a sportban, hogy csapatban játszhatnak. Igazából úgy jött, hogy barátaim mondták nekem, hogy lehet Szekszáron ilyen sportolni, és akkor nem sportoltam pont semmit, és kipróbáltam, hogy milyen, és azóta tart ez az egész, lassan 2 éve, eddig nagyon tetszik. Erre a versenyre úgy készülünk, hogy hát egyrészt keményen lejárunk, rendszeresen labdázni, erősíteni például, és úgy gondolom készen állunk, hát a holnapi versenyre és a holnap utánra is. Amikor láttam, ahogy mások játszanak tévén, videóban, és hogy megtetszett ez a sport, eljöttem. A közösség fantasztikus volt, ezért elkezdtem egyre többet lejárni, és van egy motivációm, hogy lejöjjek, edzek folyamatosan, és hogy megnyerjem az országos bajnokságon. A lelkiismeretes kemény edzések után mindannyian felkészülten és nagy reményekkel várják a bajnokságot. Jól állunk, kiemelés szerint negyedikek vagyunk, reménykedek is benne, hogy a legjobb 4-be be tudunk kerülni, mert az lenne a cél elsősorban, de minél tovább, én jóra számítok. Ez volt az első szezonunk a terem röplabda bajnokságban az utánpótlás csapatainknak. Eddig években csak a strandon indultunk a gyerekekkel, de most bevállaltuk, mert olyan nagy lett a létszámunk, hogy az U17-es lánycsapatot és az U15-ös csapatot beneveztük a régiós bajnokságba, mind a két csapattal végigversenyeztük az évet. Egész jó eredmény született, az U17-es lánycsapat a második helyen végzett, az U15-ös lánycsapat megnyerte a régiós bajnokságot, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve velük. Ahogy véget ért a terem röplabda szezonban, lecsaptunk itt a strand röplabdába, és hát július elején kezdtünk egy jó hangulatú edzőtábor a Domboriba, egy 4 napos táborral. Itt mindjárt volt 2 verseny is a gyerekeknek, de igazándiból, akik a legjobban szeretnek strandröplabdázni, azok már elkezdtek januártól Pestre járni strandröplabda versenyekre. Itt a gyerekek pontokat gyűjtenek, és aki a legtöbb pontot gyűjti, azok bejutnak az országos döntőbe. Hál' Isten az idei évben már több párosunk is bejutott az országos döntőbe, hogy pont a héten lesz. Nyáron 3 edzés van, ugye kedden, pénteken vagyunk itt a szekszárdi strandon, 5 órától, elég rugalmas, azért néha ez a 7 óra vagy még tovább húzódik, attól függ, meddig van kedvük játszani a gyerekeknek, és csütörtökönként pedig Domboriban van pályánk, ott vannak röplabda edzéseink. A röplabda iránt érdeklődők számára elérhetőek az edzések az Egyesületnél Szekszárdon és Tolnán is. A nyáron több megmérettetés is lesz a szekszárdi strandon, ahol szintén várják az amatőr versenyzőket és a nézőket is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!